Ezt a táblát kapta a gyártótól a Pécsi Pente autóház új szalonja. Ezzel ismerik el, hogy felkészült a cég a Land Rover márka képviseletére. Vidéki helyszínként elsőként Pécsen nyílt ilyen szalon a régióban. A Land Rovernek a vezetője megkeresett minket, az importőrnek a vezetője egy együttműködéssel, és egy hosszadalmas tervezési munka után ezt itt kialakítottuk. És azt mondhatnám, hogy elhoztuk vidékre a nagyfővárosból ezt a luxus márkát. Ez azért is fontos, mert az egész adriai régióban, ahol egyébként az Autovalis az importőre a Land Rovernek, csak fővárosokban van Land Rover kereskedés. Most először itt vidéken Pécsett, és ezt azt gondoljuk, hogy a régió is ebből majd profitálni fog, biztosan azt reméljük, hogy mi is, azt gondoljuk, hogy az egész tevékenységünkre ez pozitív hatással lesz. A világ legismertebb terepjárójával alapozta meg hírnevét a Land Rover, majd a Range Roverrel megalkotta a luxus terepjáró kategóriát. Ma már három modellcsoportból épül fel a márka, azonban alapvető célkitűzésüket megtartották, szükség esetén helytállnak a legkeményebb terepen is. Több árszinten értékesítik ezeket a terepjárókat. 20 millió forintoknál kezdünk, és a vége az mondhatnám a csillagosség, 110-120 millió forint értékű autókat is értékesítünk. Nem az ár önmagában az érdekes, hanem a hozzáadott érték. Ha ezt megtöltjük azzal, és ha valakivel találkozunk, és elmondhatjuk, hogy ezeket az árakat milyen érték tölti meg, akkor az mondható, hogy ez a luxus márka az árszintjét tekintve is pontosan tükrözi azt, amit kínál. Az új pécsi autószalon olyan hátteret biztosít az ügyfeleknek, amit elvárnak ezért a luxus termékért. Nagyon komoly és nagyon magas elvárásokat támaszt a márkakereskedők és a márkaszervizek felé, hogy milyen módon tudják képviselni ezt a márkát. 160 pontos olyan auditálási dolgokon kell keresztül mennünk, ami az autó bemutatáshoz szükséges, az ügyfeleknek úgy tudjuk bemutatni az autót, hogy ezt a Land Rover elvárja. Elképesztő mennyiségű és minőségű képzéseken vesznek részt a vevőszolgálati kollégáim, hogy ezeket az autókat, a technikákat karban tudjuk tartani, javítani tudjuk, bármilyen meghibásodást azonnal felismerjünk és megfelelően tudjunk orvosolni. Az új szalon építése még tavaly kezdődött el. Idén évelején fejezték be a kivitelezést, majd február végén nyitottak. A hivatalos megnyitót azonban április 12-én tartották a pécsi telephelyükön. Univerzális fényezőkabin, autóemelésre alkalmas eszközök, illetve megújult technológiák a Pécsi Pente autóháznál. A cég a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretén belül nyert pályázati forrást. Ez a GINOP 1-2-3, ez egy nagyon fontos pályázat a számunkra. Itt különböző lehetőségeket kaptunk, nem csak egyfélét, például technológiai fejlesztésre és szervizünkben lévő berendezéseknek a cseréjére, jelentős cseréjére adott ez lehetőséget, új fényezőkamrával, emelőkkel és sok minden egyébbel. A pályázat lehetőséget adott az ingatlan fejlesztésére, alakítására is. Épületbővítésre adott lehetőséget, amely keretében egy 130 négyzetméteres plusz műhelyi rész jött létre, illetve egy olyan tárolóhelyiséget tudtunk még plusz több mint 300 négyzetméterben építeni, ami nagyon szükséges és sokkal meggyőzőbbé tudja tenni így a tárolást és biztonságosabbá. Ez mellett voltak képzések is ebben a pályázatban, illetve informatikai beruházások. Tehát magyarul ez egy elég komplex dolog, de nagyon komoly lehetőséget adott számunkra 125,3 millió forintos támogatással. Ezen kívül még az elavult gázüzemű melegvizes rendszerüket, megújuló energiát használó, környezetbarát és költségkímélő napkollektoros rendszerre cserélték. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.